Szurkolói sállal a nyakában fogadta a gratulációkat az új felcsúti sportcsarnok avatásán Orbán Viktor idén februárban. A miniszterelnök legutóbb januárban beszélt arról, milyen büszke az egyesületre. Egy dolog van, amit nem adok. A Puskás Akadémiát én alapítottam. Egyedül. Nem osztozom senkivel. Ha az alapításban nem is, a vezetésben van, aki segít a kormányfőnek. Az alapítvány elnöke Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere. A felcsúti pedig a leggazdagabb klub, ami a TAO pénzeket illeti. Az 1700 fős falu akadémiája eddig több mint 20 milliárd forint társasági adófelajánlást kapott cégektől a rendszer 2011-es indulása óta. Erről a pénzről mondta ki több jogerős ítéletben is a bíróság, hogy közpénznek számít, ezért ki kell adni az ezzel kapcsolatos adatokat. Ez alapján kérte ki a pereket megnyerő DK most a felcsúti alapítvány 2018-as TAO bevételeiről szóló kimutatást. A Mészáros Lőrinc vezette alapítvány azonban megtagadta az adatok kiadását, mert ellenkeresetük szerint az adatigénylés, idézem, rossz hiszemű, és a célja nem a közpénzek ellenőrzése. Az akadémia szerint az adatigénylés valódi motivációja politikai eredetű, a pertindító DK-s politikus párton belüli előrejutását szolgálja, ráadásul feleslegesen ró adminisztratív terhet az alapítványra. Egészen elképesztő, amit Mészáros Lőrinc megenged magának. A pereket indító DK-s politikus szerint a felcsúti akadémiának nincs választási lehetősége. Közpénzről van szó, 34 bíróság mondta már ki, hogy igazunk van, és ki kell adni ezeket a közérdekű adatokat, semmibe veszi a magyar embereket. Azt gondolom, hogy a Rákosi rendszerben is nagyobb demokrácia volt, mint ma ebben az országban. A kormánypártok szerint is ki kell adni az adatokat. Nekünk az az álláspontunk nyilvánvalóan, amelyiket a bíróság úgy ítélt, hogy ki kell adni, és közérdekből nyilvánosodat, azt ki kell adni. Ez a frakció álláspontja, innentől kezdve ez a kedvezményezett egyesületek és a cégeknek az ügye. Közben a Transparency International az átlátszó segítségével mindenki számára kereshető adatbázist készített az általuk korábban kiperelt adatokból. A taokereső.hu oldalon bárki megnézheti, hogy mely kluboknak mekkora támogatást adtak egyes cégek az adójukból.